Isten áld meg a magyar jó kedvel bőséggel. Nyújts feléje védőkar, ha küzd ellenséggel. Balsos, akit régen tép, hozz rá vég esztendőt. Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt. Nemzeti imádságunkat Juhász Gábor, a Juhász zenekar alapítója intonálta. Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim, a Prosperitáti Alapítvány nevében, és engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem mai szónokainkat, vendégeinket, kiemelt vendégeinket. Elsősorban Szijjártó Péter urat, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterét. Pásztor István urat, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. Engedjék meg, hogy köszöntsem a Vajdasági Bank, OTP Bank munkatársait, akik a projektek megvalósításában, mint társfinanszírozók vettek részt. Pozdravljám Tanyu Boskovicsi, Spread Vojvodjanske Banke, i zahvaljujem se na saradnji u finansiranju realizacije ovih projekata. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem Orvárt Gellért urat, alapító tulajdonost, és a fiait Osvár, Tihamér és Zoltán urakat. Továbbá köszöntöm a miniszteri delegáció tagjait, köszöntöm a Vajdasági Magyar Szövetség tisztségviselőit és képviselőit, köszöntöm a média képviselőit, és nem utolsó sorban köszöntöm az itt megjelent gazdákat. A Prosperitáti Alapítvány által megvalósított gazdaságfejlesztési programban mintegy 23 nagyléptékű fejlesztés valósult meg. Ma adjuk át a 9-et a sorban, de egyúttal a legnagyobb léptékű beruházás is ma kerül átadásra. Ez pedig a Gebi projektje, ami Csantavéren, itt Topolyán és Keviben valósult meg. Napraforgó feldolgozó tárolókapacitások és átvevő állomás épült ebből a támogatásból, ebből a projektből. Nagyot álmodtak a tulajdonosok, azt gondolom, hogy mindannyiunk, nem csak a dolgozók, de a gazdák örömére is, és én meg is kérném Osvár Tihamér urat, hogy mutassa be a céget, beszéljen a projektről, tervekről. Tihamér, kérlek. Tisztelt miniszter úr, tisztelt elnök úr, tisztelt meghívottak! Szeretettel köszöntök mindenkit a jeles napon, de külön öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy körünkben üdvözölhessük Szijjártó Péter urat, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterét. Hosszú útnak értünk a végére, az első információk valamikor 2 évvel ezelőtt jutottak el hozzánk, arról a lehetőségről, hogy a magyar állam a Prosperitáti Alapítványon keresztül támogatni fogja a,
vajdasági magyarságot, és a magyarságon is belül a vállalkozókat is. Mi megpályáztuk, az illetékesek jóvá hagyták, és mára elkészült a beruházás. Mire is kértük a támogatást? Napraforgó feldolgozó üzemre, napraforgó héj égető kazánra, tároló kapacitásokra és átfevő állomásokra. Mivel hogy Csantavéren van a gyárunk, így észszerű volt, hogy a napraforgó üzemünket Csantavérre helyezzük el, mivel hogy az összes melléktermék, amely képződik a napraforgóból, az ott hasznosul fel a takarmányba. Ott a legnagyobb energiaigényünk is, és ott a napraforgó héjjal kiváltottuk az összes földgáz igényünket, így a napraforgó kazánunkat is odaépítettük. A telephelyet Kevibe építettük fel, és itt Topolyán pedig egy nagyon-nagyon modern 50 ezer tonnás tároló kapacitást építettünk, ami itt van tőlünk baloldalt, amelyről azt kell tudni, hogy talán úgy gondolom, hogy Vajdaságban a leggyorsabb, legmodernabb. Óránként, akik tudjuk mindannyian, hogy manapság az idő nagyon fontos, 400 tonnát tud átvenni óránként. Ez úgy néz ki, hogy ezt a 8 nagy cellát, ami itt van, 5 munkanap alatt még tudjuk tölteni. Úgyhogy próbálunk azon gondolkodni, hogy minél gyorsabbak legyünk egy adott pillanatban, amikor mindenki sürget az idő. A teljes beruházás értéke 9 millió euró volt, ebből a Gebi cégnek az önrésze 2 millió 250 ezer euró volt, a Prosperitáté vissza nem térítendő támogatása 4 millió 50 ezer euró, és az OTP kamat támogatott kölcsöne viszont 2 millió 700 ezer euró. És ez mellett a cégünk vállalt kötelezettséget, hogy 25 új alkalmazottal bővítsük a céget, és 2500 termelővel kötünk szerződést. 2250 szerződésig eljutottunk a termelőkkel, és 25 helyét 75 új alkalmazottal bővült a csapat. Köszönöm. Nagyon, nagyon nagy segítség ez a magyar államtól és a Prosperitáté alapítványtól a részünkre, mivel tudjuk, az utóbbi időben számos problémával nézünk szembe. Ezek közül, hogyha említhetnék valamit, a munkaerő elvándorlás, rendkívül tőkerős és profi konkurencia megjelenése, és a bérek felzárkóztatása. A mi beruházásunk, én úgy gondolom, hogy nagyon sikeresnek mondható. Jól tudtuk hasznosítani a napraforgó feldolgozó üzemünket, már tavalyi év végére a kapacitásainkat önerőből meg kellett, hogy duplázzuk, mivel annyira volt igény. A Gebi cégről egy pár szót, hogy mondjak. Céget édesapánk alapította 1983-ban, 36 évvel ezelőtt. Azóta is ott van velünk, most pedig az öcsém és én vagyunk, akik a terheket és a problémákat oldjuk meg. A cég haszonállatoknak és hobbi állatoknak gyárt kéztakarmányt és tápot. Egy pár szám a Gebi működéséről. Pillanatnyilag 360 alkalmazottunk van, és 2000 kiskereskedésben vagyunk jelen a mi termékeinkkel az ország területén. Ha a beszállítóinkat, az alkalmazottainkat, a nagykereskedőinket és a kiskereskedőinket és azoknak a családjait számolom, akkor ez körülbelül 15 ezer ember, akit érint a Gebinek a működése. És ez fölött még vannak a vásárlójaink. 2018-as évben a Gebi gyártott termékei, amely elhagyta a gyár területét, és ez nem kereskedelmi termék, hanem gyártott, ez 270 ezer tonna áru volt. A 19-es évre 300 ezer tonnára terveztük a gyártást, és az elmúlt négy hónapnak elemezve, az elmúlt négy hónapot elemezve, én úgy gondolom, hogy sikerülni is fog a 300 ezer tonnát elérnünk. A terményeinket szállítsuk a szerbiai piacon kívül Boszniába még, Horvátországba, Makedóniába, Montenegróba, Bulgáriába. És a napraforgó feldolgozásnak köszönhetően nyert olajat, az pedig Magyarország, Horvátország, Ausztria, Olaszország és Németországban. Az összgyártásunknak 35-40% hagyja el az ország határait.
Mint ahogy említettem, hogy gyártó cég vagyunk, 4 helyen gyártunk, 2 helyen van gyártásunk Csantavéren, van egy gyártásunk Tótfaluba és egy Pacséron. Ezek mellett Bácskában van még 11 átvevő állomásunk. Zárszóként, amit megváltozott a Prosperitáténak köszönhetően, 75 új alkalmazottal gyarapodtunk, 2250 termelővel kötöttünk szerződést, 10%-os értékesítési növekedésről tudok beszámolni. A 360 alkalmazottunknak a 13. fizetésének a bevezetéséről és a béreknek folyamatos felzárkóztatásáról tudok még beszámolni. És ami nagyon fontos, sok új barátság született a Prosperitáti által támogatottak között. Végül még csak azt szeretném mondani, hogy a csatákat nekünk kell megvívni, de ilyen támogatások nélkül sokkal-sokkal nehezebb lenne. Ezért is mindannyiunk nevében nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer a hatalmas segítséget a Magyar Államnak és a Prosperitáti Alapítványnak. Köszönöm szépen! Köszönöm! Köszönjük szépen, Tihamér! Jó ezt hallani. Ezért csináljuk a gazdaságfejlesztést, hogy a vállalkozások fejlődjenek, a dolgozók a bérükön, a munkafeltételeken érezzék ennek a hatását, és a termelők ilyen szép számban tudjanak biztos piachoz jutni, mert az alapvető érdekünk, hogy ne csak a vállalkozók, a gazdák is jól járjanak ebben az együttműködésben. Csak így tovább. Néhány évvel ezelőtt, amikor gazdaságfejlesztésről kezdett beszélni, akkor sokan vállat vontak, amikor azt mondta, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség, mint szerbiai kisebbségi párt az itthonmaradás érdekében gazdaságfejlesztési stratégiát kell, hogy létrehozzon, és ezzel kell, hogy foglalkozzon, akkor sokan nem hittek benne. Ma azt hiszem, hogy több mint 10 000 sikeres pályázóval, 23 nagy léptékű projekttel, 166 közepes léptékű projekttel, 75 milliárd forintnyi beruházási, vagy 250 millió eurónyi beruházási értékkel a hátunk mögött. Csak azt mondhatjuk, hogy igaza volt Pásztor Istvánnak. Köszönjük, elnök úr, és így tovább mutassa az utat merre előre. Elnök úr, kérem, hogy szóljon az egybegyűltekhez. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Mindenek előtt szeretném megköszönni házigazdáinknak, hogy meghívtak bennünket ide, és ilyen csodálatos megnyitási ceremóniát varázsoltak ide. Külön öröm számomra, hogy újra velünk van, és velünk ünnepel Szijjártó Péter miniszter úr. Miniszter úr, köszönjük szépen a támogatást, köszönjük szépen a pillanatot, amiben velünk együtt osztozik az örömünkben. Hölgyeim és uraim, az, ami mi velünk vajdasági magyarokkal történt az utóbbi pár évben, az a mi életünk, a mi közösségi életünk forgatókönyvében már nem volt benne. Az, hogy berekerült a közösségi életünk forgatókönyvébe, elsősorban a mi konokságunknak, szívósságunknak, kitartásunknak és megkapaszkodási szándékunknak és eltökéltségünknek az eredménye, emellett pedig annak az eredménye, hogy ezeket a szándékokat, ezeket a célokat Szerbiában a többségi társadalommal, az egész társadalommal sikerült elfogadtatnunk, hogy az, amit mi akarunk, az nem csak nekünk jó, hanem másoknak is, az, amit mi akarunk, az nekünk jó, de másnak nem rossz. És annak is köszönhető, hogy ezek a lehetőségek bekerültek a saját közösségi és egyéni életünk forgatókönyvébe, az a nemzetpolitikai támogatás, az a nemzetpolitikai fordulat, amely 2010 után következett be. Ezúton is szeretném megköszönni, miniszter úr, a magyar kormánynak azt a támogatást, amit idestova 9 éve folyamatosan érzünk, ami kezdetekben elsősorban erkölcsi, politikai jellegű,
és az idő múlásával emellett mindinkább anyagi jellegű is volt, olyan lehetőségeknek a birtokába kerültünk, amiről pár évvel ezelőtt nem is álmodtunk. Meggyőződésem, hogy ez nem csak a vajdasági magyar közösség érdekét szolgálja, hanem az egész nemzet fölemelkedését. Tisztelt hölgyeim és uraim, én Ozsvárékat régóta ismerem. Évtizedes barátság és ismerettség köt bennünket össze. Ilyen szempontból én talán még szubjektívabban élem meg a sikerüket, még jobban tudok neki örülni. Ez egy nagy léptékű fejlesztés, erről a Tihi elég sokat beszélt a számok tükrében. Én nem elsősorban emiatt élem meg nagy léptékű fejlesztésnek. Nem elsősorban az összeg miatt, a tonnák miatt és a számok miatt. Hanem elsősorban azért, mert az bizonyítja ez a vállalkozás, hogy két generáció alatt, nem egész két generáció alatt, hogy lehet eljutni egy gumijavító üzemből egy ilyen monumentális nagy cégnek a tulajdonába működtetésébe. És hogyha ez az Ozsváréknak sikerült, akkor azt gondolom, hogy másnak is sikerülhet. Ehhez szeretnék gratulálni többek között, ezért nagy léptékű ez a fejlesztés az én számomra. És nagy léptékű azért is, mert annyi ember számára teremtette meg a sikeresség lehetőségét. Ugyanis itt, ebben a sátorban olyan emberek vannak, akik nem csak a Gebinek a partnerei, hanem sikeresek az elmúlt évek vonatkozásában azoknak a lehetőségnek a birtokba vétele tekintetében, amit a magyar kormánynak köszönve a Prosperitáti Alapítványon keresztül biztosítani tudtunk. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nagy felelősség is az, ahova eljutottunk, mert ezt a rendszert talpon kell tartani, ezt a rendszert úgy kell működtetni, hogy ne csak az integrátor járjon benne jól, hanem mindenki, aki integrálódik a rendszerbe. De nekem az a meggyőződésem az eddigi tapasztalatok tükrében, hogy erre mi képesek vagyunk, ennek a fontosságát érezzük, mert csak akkor tudunk előre haladni, akkor tud mindenki boldogulni, akkor tud mindenki a saját szülőföldjén becsületes munkából megélni, ha odafigyelünk egymásra, és ilyen szempontból az elmúlt évek tapasztalatai, az integrátori rendszer fölépítésének a tapasztalatai arról győznek meg engem, hogy ebben mi sikeresek leszünk. Szeretnék még egyszer gratulálni Ozsváréknak, jó egészséget kívánok, és azt remélem, hogy a jelenlevő vendégekkel együtt hamarosan az újabb lépéseknek a tartalmáról, léptékéről fogunk elkezdeni beszélgetni, és azokat is sikerrel tudjuk venni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, elnök úr! Mit mondhatnánk mást, úgy legyen, a gazdaságfejlesztési program folytatódjon mindannyiunk örömére. Van, akik siratják a vajdasági magyar közösséget, mondván nincs benne erő, elképzelés, akarat. Van, aki így tesz, van, aki, és ezek vagyunk mi, pedig azt állítjuk, hogy itt van vállalkozói kedv, készség, képesség a projektek megvalósítására. És igaz, hogy jó néhányszor befutottuk a vajdasági rónát miniszter úr munkatársaival, osztályvezetőtől, miniszterhelyettesig, de az igazság, hogy a több mint 10 000 sikeres projekt is azt bizonyítja, de az a színes vállalkozói kör, amely nagy léptékű, közepes léptékű fejlesztést valósított meg, az is azt bizonyítja, hogy van élet és van vállalkozói kedv a vajdasági magyar közösségben. Nem csak takarmánygyár van, épületanyaggyár van, táskagyár van, bicikli és láncgyár van, zöldségfeldolgozó pálinkalepárló is lesz. A teljesség igénye nélkül azt gondolom, hogy csak egy kis szeletet megmutatva nagyon színes a paletta, és erre büszkék vagyunk.
Köszönöm miniszter úrnak és a munkatársainak a partnerséget ebben a munkában, és köszönjük Magyarország kormányának támogatását, és egyben fölkérem, hogy szóljon az egybegyűltekhez. Jó lesz így, köszönöm szépen. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Megtisztelő, hogy ilyen szép számban összegyűltek. Nem ez az első alkalom szerintem, hogy sokukkal találkozhatok, mert vagy Szabadkán, vagy Zentán a pályázatok eredményhirdetésekor és az első szerződések aláírásakor jó néhányan már jelen lehettek egy hasonló alkalomkor. Ez a mai beruházás, amelyről itt az első két szónok előadásában már hallhattunk, egy igazi Kárpát-medencei sikertörténet, amely megmutatja az új Közép-Európának az erejét, annak a Közép-Európának, amely büszkén mondhatjuk, hogy az európai növekedés motorjává vált, és annak a Közép-Európának az erejét, amely végre erőforrásként tekint a nemzeti közösségekre, és nem konfliktusok vagy viták forrásaként. Ennek az új és erős Közép-Európának az egyik legfontosabb alkotóeleme Magyarország és Szerbia együttműködése. Annak a Magyarországnak és annak a Szerbiának az együttműködése, amelyek végre felismerték, hogy a vajdasági Magyarország, vajdasági magyarság nem elválasztja ezt a két országot, hanem összeköti. Ez a két ország végre felismerte, hogy egymás sikerében érdekeltek, és felismerték azt is, hogy együtt sokkal több sikert tudunk elérni, mint hogyha egymás ellen mennénk. És ez a magyar nemzet közelmúltbeli történelme szempontjából az egyik legfontosabb fejlemény itt Közép-Európában, itt a Kárpát-medencében. Soha ilyen jó még nem volt Magyarország és Szerbia kapcsolata, mint jelenleg. Azonban volt itt egy másik fontos fejlemény is, ez pedig az anyaország megerősödése. Mára büszkén mondhatjuk, hogy Magyarország nem a probléma, hanem a megoldás része az Európai Unióban. Az Európai Unió negyedik legalacsonyabb munkanélküliségi rátájával, folyamatos export és beruházási rekordokkal eljutottunk oda, hogy Magyarország megerősödését immáron senki nem vonja kétségbe. És eljutottunk oda is, hogy az anyaország úgy megerősödött, hogy lehetővé vált a határon túl élő nemzetrészek minden eddiginél nagyobb mértékű támogatása. Annak érdekében, hogy a határon túli nemzeti közösségeink helyben tudjanak érvényesülni, helyben tudjanak erősödni, és helyben tudjanak maradni. 3 évvel ezelőtt azt a kérdést szegeztük Pásztor István elnök úrnak, hogy mi szükséges ahhoz, hogy a vajdasági magyarság itt, a vajdaságban erősödjön meg. És akkor ő azt mondta, hogy csináljunk egy olyan gazdaságfejlesztési programot, amely kiszámítható jövőt tud felmutatni az itt élő emberek számára, és a fiataloknak világossá teszi, hogy a helyben maradás az elég erős alternatíva a távozáshoz képest. És mivel mi úgy vagyunk, hogy nem Budapestről kell megmondani, hogy milyen nemzetpolitikát folytassunk, hanem meg kell hallgatni önöket, a magyar nemzeti közösség tagjait és az önök képviselőit, és majd azt csináljuk, amit ők mondanak, és ők javasolnak. És Pásztor István javaslatára 2016-ban elsőként a Kárpát-medencében megindítottuk a vajdasági gazdaságfejlesztési programot. És azóta ez a program a minta a többi gazdaságfejlesztési programunk számára, és azt tudom önöknek mondani mindenfajta túlzás, vagy túlzott magabiztosság nélkül, hogy a vajdasági gazdaságfejlesztési program elmúlt 3 esztendeje az egy igazi sikertörténet. Ezzel a programmal közösen tudunk dolgozni önökkel együtt a magyar nemzet újbóli felemelkedésén. Ez a program azt a célt szolgálja, hogy használjuk ki az itteni ipari,
mezőgazdasági kapacitásokat és lehetőségeket használjuk ki annak érdekében, hogy önök, az itteni magyar nemzeti közösség minél inkább megerősödjön. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 2016 és 2019 között 10.426 pályázatot támogattunk, összesen 38 milliárd 300 millió forint magyar költségvetési forrásból. És ezzel 75 milliárd 400 millió forintnyi beruházás jött létre itt a Vajdaságban. Kedves elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! 23 nagy léptékű pályázat támogatásáról született döntés, amelyek közül ez az itteni a legnagyobb. A célunk az volt, hogy ezekkel a mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházásokkal megadjuk a kimenetet azoknak a kis pályázatot sikeresen benyújtó gazdálkodóknak, akiknek az eszközfejlesztés, a műszerfejlesztés, a különböző fejlesztések nyomán megnőtt a teljesítményük, több terményt tudnak előállítani, legyen hova eladni azokat. És ezért indítottuk az integrátori programunkat is, és már a büszkén mondhatom, hogy az a 23 nagy beruházás, amelyet támogattunk, összesen 4239 mezőgazdasági termelőtől vásárolja fel az előállított terményeket. És a Gebi projektje, a Gebi beruházása ezek közül a legnagyobb. Köszönettel tartozunk a vállalat tulajdonosainak azért, hogy több mint 2500 gazdálkodóval kötöttek szerződést. Igaza van elnök úrnak, megbecsülést érdemel az a pálya, amit ez a vállalat 1983 óta bejárt. Csontavér legnagyobb üzemévé váltak, és most itt Topolyán is egy nagyon komoly beruházást hajtanak végre, és amellett, hogy a szerb piac legnagyobb részesedésével ez a vállalat rendelkezik, mára büszkén mondhatjuk, hogy Montenegróban, Boszniában, Észak-Macedóniában, Romániában és Horvátországban is vásárolják a Gebi termékeit. Elnök úr elmondta a beruházás paramétereit. Ha megengedik, én inkább forintban fejezném ki ezeket, mégiscsak közelebb áll a szívünkhöz. 3 milliárd forintos fejlesztés van itt, most a hátunk mögött, amelyhez Magyarország kormánya 1 milliárd 356 millió forintos támogatást biztosított, emellett pedig 81 millió forintnyi kamat támogatást is megítéltünk ennek a beruházásnak. 8 tartályból álló és a hozzá tartozó automatikát felvonultató beruházás jött itt most létre, amelynek nyomán azt tudom önöknek mondani, hogy a helyiek szorgalma, szaktudása, a hagyományok és a gazdaságfejlesztési program közös sikeréről beszélhetünk. Szeretném önöknek elmondani azt is, hogy a vajdasági gazdaságfejlesztési programot nem tudtuk volna elindítani, hogyha néhány esztendővel ezelőtt nem hoztunk volna közös döntést szerb barátainkkal arról, hogy a kölcsönös megbecsülés és a kölcsönös bizalom alapjaira állítjuk a magyar-szerb kétoldalú együttműködést. Ezért sok áldozatot és kockázatot vállaltak vezetők mind a két oldalon, de azt gondolom az eredmény önmagáért beszél. Nagyra becsüljük a szerb kormány azon törekvését és azon döntéseit, amelynek nyomán elmondhatjuk, hogy egyetlen egy más magyar nemzeti közösség sem élvez annyi jogot, mint önök itt a Vajdaságban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a szerb politikai vezetés felismerte, hogy ez a gazdaságfejlesztési program nem csak Magyarországnak, meg nem csak a vajdasági magyar közösségnek jó, hanem jó egész Szerbiának is. Az adófizetés itt történik, önök itt fejlődnek, önök itt fogyasztanak, és itteni beszállítókat fognak alkalmazni. Ez alapján tehát elmondhatjuk, hogy amit ma itt látunk, az egy párját ritkító magyar siker, egy párját ritkító magyar siker a Vajdaságban, amelyben köszönettel tartozunk, amelynek kapcsán köszönettel tartozunk Szerbiának is. A sikerünk közös, és a jövőnk is az. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek!
Köszönjük, miniszter úr, elismerő és jövőbe mutató szavait, reménykeltő szavait. Most pedig az mai nap ünnepélyes részéhez értünk. Arra kérem a meghívott vendégeket, hogy élvezzék a házigazdák vendégszeretetét. Kérném a sajtó képviselőit, hogy foglalják el állásaikat, a házigazdákat, hogy készüljenek fel, és ezennel tisztelettel megkérem Szijjártó miniszter urat, pásztorelnök urat és Ozsvárd Gellért urat, az alapító tulajdonost, hogy ünnepélyesen vágják át a szalagot. Köszönjük szépen a figyelmet, érezzék jól magukat! Step one.